Nem tudom, miért kezdjek magammal. Egyszerűen olyan éhes vagyok. Bárhová nézek, csak a kaját látom. Ennem kell valamit. És a játékok sem segítenek. Már annyira gyönyörűen ki vannak dolgozva benne a kaják, mint a rendedes sztékek, amiket az NPC-k szépen falatról falatra elfogyasztanak. Órákon át tudok a játék előtt ülni, és csak nézni, ahogy esznek, és... Láttátok, hogy néznek ki a hamburgerek a Ready or Not-ban? Na jó, bár azon pörgök, hogy meg akarom kóstolni a Starfieldből ezeket a kocka kajákat. Valami mással kéne játszanom. Resident Evil 2. Ez meg mi? Egy tofu? Miért irányítok egy tofut? Hogy van az, hogy már a játékok karaktereit is meg akarom enni? Bizony, jól láthatok a címet. A mai videóban az Unibet támogatásával összegyűjtöm azokat a videójáték karaktereket, akikről úgy ránézésre azt gondolom, hogy finomak, és megkóstolnám őket. Sziasztok, én Dani vagyok. Kóstoljunk bele! Na kezdjük is ezzel a tofuval itt a Resident Evil 2-ben, és mégis hogy kerül ez ide? Ha nem ismeritek a Tofu Survivor történetét, akkor elmesélem, mert nem egy modról van szó, hanem a játék hivatalos endgame módjáról. Na most, a Resident Evil 2-ben ugyebár két karaktert választhatunk, Leont és Claire-t, és ha mind a két karakterrel végigjátszuk a játékot, megnyithatunk egy új játékmódot, a The Fourth Survivor-t. Az eredeti játékban ugyebár három túlélőnk van, Leon, Claire és Sherry, a Fourth Survivor pedig egy névtelen Star katona, az eredeti Alpha csapat vezetője, akinek ugye még a megkeresésére indulnak az első részben a főhősök. A Hank becenevű karakterrel ki kell jutnunk Raccoon Cityből, gyakorlatilag egy ilyen hard módban. A mód elején kapunk ugyan egy brakás felszerelést, fegyvert, lőszert, viszont semmi egyebet nem tudunk felvenni a játék során, és sokkal több zombit találunk az egész városban. A limitált felszerelésekkel el kell jutnunk a csatornából a rendőrség kapujáig, és akkor elhagyhatjuk a várost. Az egész játékmód egy ilyen kis tisztelgés volt azok előtt a játékosok előtt, akik annól a Resident Evil első részét egyetlen késsel játszották végig, és folyton küldték a videókat Capcomnak. Gondolták, akkor most nekik kedveskedve bepakolnak direkt egy ilyen nehezítést. De ez még nem volt elég. Ha a negyedik túlélőt is kimentettük Raccoon Cityből, akkor ezért jár egy jutalom, ami egy még nehezebb hardcore mód, a Tofu Survivor. A küldetés gyakorlatilag ugyanaz, mint Hunkkal, csak ezúttal semmi egyéb fegyvert nem kapunk egy késen kívül, és nem is vehetünk fel semmi egyebet, a karakterünk pedig egy tofu. És az eredeti Resident Evil 2-ben ez gyakorlatilag egy nagy fehér téglatestet jelentett. Igazából az egész egy kicsit egy ilyen easter egg poén volt, mert amúgy ez a fehér téglatest volt a karaktereknek a hitboxa, és ez egy ilyen gyakorlatilag egy skin nélküli hitbox volt. Viszont az új remake-ben hát kifejezetten finomnak néz ki. Egy tök realisztikus, óriási tofu szelet. Látszik rajta még a formának a mintázata, amiben nyomták, a fején ott van egy rendőrsapka, és incsiklandóan reng, ahogy sétál. Ráadásul, ahogy sebzés éri, ez feltűnően látszik a testén, hiszen a zombik újabb és újabb darabokat harapnak ki belőle. Nem tudom ki, hogy van veled, de valahogy úgy vagyok vele, hogy hiába kezdődik az egész küldetés a szennyvíz csatornában, én akkor is fognám, megsütném kicsit, szójaszószban mártogatnám és megkóstolnám. Na jó, ez lehet egy picit fura volt, úgyhogy térjünk át valami sokkal kézenfekvőbbre. Az I Am Bread című játéknak már a nevében benne van minden, amit tudni kell róla. Egy kenyeret irányít, ez gyakorlatilag egy kenyér szimulátor. A játéknak egyetlen célja van, egy szelet kenyérként eljutni a pálya végén lévő pirítóhoz, vagy hát valamilyen eszközhöz, amivel meg tudjuk pirítani magunkat. Közben persze az irányítás elég idegesítő, mert gyakorlatilag az van, hogy a kenyér négy sarkával tudsz kapaszkodni, meg forgatni magad, és ezzel a kombóval kell valahogy eljutni a pirítóig. De persze nem ennyire egyszerű az egész. Ha hozzáérsz a földhöz, vagy a pályán sétáló hangyákhoz, vagy bármi koszhoz, akkor koszos leszel, és az étvágy gerjesztőség szinted lejjebb megy, szóval ügyesen, lassan és apránként kell a mindenféle bútorokat át oda navigálni a pirítóhoz, anélkül, hogy bármiféle koszos vagy gusztustalan dolgon átkelnél. És most őszintén, nézd már rá erre a kenyérre. Még akkor is, amikor kicsit koszos, akkor is csak úgy felvennéd, leporolgatnád, elmondanád neki, hogy minden rendben lesz, aztán megkennéd és benyomnád, nem? Feltűnően valami finom, puha tószkenyér. Nem feltétlenül a ropogós helyi rugalmas morzsaszerkezetű csabatta féleség, de akkor is simán csak vajjal, felvágottal, bármivel megennéd. Pláne még, hogyha meg is van pirítva. Oké, hear me out. Ez egy fiktív lista. Ismétlem, tehát. Ismeritek az Echo the Dolphin-t? A legendás 90-es évekbeli Sega Genesis játék számunkra a legfontosabb ismérve, hogy magyar fejlesztők által készült a Novotrade-nél, és elég meghatározó darabja volt az akció kalandjátékok és platformerek történelmének. És hát ugye ebben a játékban végig ilyen tengeri állatokkal találkozunk, a főhősünk meg egy delfin. És oké, igen, értem, hogy a delfin egy nagyon intelligens állat, de
Szóval keresgéltem arra, hogy milyen íze lehet a tengeri emlősöknek, és a legérdekesebb az, hogy szinte mindenki azt írja, hogy meglepő módon a szárazföldi emlősök húsára hasonlít, és talán ami a legközelebb itt lehetne mondani, az a marhaszték, csak egy kicsit ilyen tengeri herkentyűs ízvilággal. Ami nem azt mondom, hogy úristen, most azonnal benyomnám az egészet, de hogy így erősen érzem azt, hogy ezt amúgy megkóstolnám. Amúgy is van a kultúrák, ahol ugyebár az olyan tengeri emlősöket, mint a delfinek és a bálnák megeszik, és nem feltétlenül mindig csak környezetre károsan, hanem elvileg lehet ezeket is etikusan tenyészteni és beszerezni, de persze azért mondom, a delfin számomra egy kicsit túl intelligens állat ahhoz, hogy úgy valóságban valaha tényleg megkóstoljam, de mint játékkarakter. Viszont amivel valószínűleg semmi etikai fennakadásom nem lenne se nekem, se másnak, az az Untitled Goose Game főhőse, aki egy liba. Az Untitled Goose Game az ausztrál House House indie fejlesztő stúdióban készült, amit talán túlzás is igazi stúdiónak nevezés, sokkal inkább négy barát, akik közösen fejlesztenek játékokat. Az egész sztori azzal indult, hogy egyikük a közös Slack beszélgetésbe bedobott egy képet egy lúdról, és elkezdtek beszélni arról, hogy amúgy milyen vicces állatok, csak így ránézésre, és kéne róluk egy játékot csinálni, úgyhogy csináltak. Az Untitled Goose Game gyakorlatilag egy Hitman játék, csak vér és erőszak nélkül. A főhős luddal kell mindenféle csintevést csinálni, közben lopakodni, bujkálni az emberek elől, akiket persze idegesít a mi jelenlétünk. És minden egyszerűség ellenére egy zseniálisan komplex sandbox játék. A legjobb példa szerintem az elmúlt években arra, hogy hogyan lehet kevésből nagyon sokat kihozni. Halál egyszerű modellek és textúrák, de érzed az egésznek a stílusát, gyönyörű hangulata van a játéknak, a játékmenet amennyire egyszerű és kevés mechanikából áll, annyira tökéletesen működik. És igen, ha találkoznék ezzel a libával, és engem idegesítene fel ennyire, lehet nem lennék ennyire megértő és erőszakmentes, mint ezek a karakterek, és hát megkóstolnám, milyen belőle a pecsénye vagy a mája. Az Oddworld játékok egy nagyon kedvesen egyedi világban játszódnak. A platformer puzzle játékban egy különös kis figurát, Abe-t irányítjuk, aki egy sajátos társadalmi struktúrában él. Az Oddworld bolygón az imperialista lábas fejű glukkonok leigázták a kb. Paleolit spirituális társadalomban élő mudokonokat. A feladatunk apránként felszabadítani a fajtársainkat és megkeseríteni vagy egyenesen beszüntetni a glukkonok és fegyveres szolgáik életét. Oké, de ez a lista azokról a játékkarakterekről szól, akiket megkóstolnék. Oké, mindjárt odaérek. Tehát az egész sztori kiindító mozanata az, hogy Abe a rabszolgák életét élve rájön, hogy a glukkonok nem csak rabszolgaként használják a mudokonokat, hanem megeszik őket. És sejtitek, hova akarok kiukadni? Gyerekkoromban volt a baráti társaságomban népszerű ez a játék, és én mindig azon gondolkoztam, hogy vajon milyen íze lehet a mudokonoknak, hogy a glukonok ennyire rá vannak kattanva? Gondolkoztam már azon, milyen lehet sárkányt enni? Mert oké, egy full mitikus lényről van szó, akik ugye nem léteznek, szóval nem teljesen tudjuk bekategorizálni, hogy vajon melyik állatra hasonlíthatnának. Egy népszerű kultúr-antropológiai elmélet szerint a sárkány azért visszatérő szimbólum egymástól függetlenül is felbukkanva emberi közösségekben, mert egy lénybe gyúrva szimbolizálja a korai homofajok fő ellenségeit. A nagymacskákat, a karmos lábaikban, a ragadozó madarakat, a szárnyaikban, és a kígyókat, a kígyós nyakukban. Plusz a legtöbb helyen ott van még a tűz is, ami szintén egy veszélyforrás volt akkor még. Szóval, ha ebből indulunk ki, akkor egy ilyen hüllő madár emlős kombó, amit lássuk be, mindegyiket fogyasztjuk, szóval miért nem lehetne megenni mondjuk Spyro-t? Igen, a cuki kis lila sárkányt, vagy jó, oké, vegyünk egy Skyrim-es sárkányt, azon legalább tényleg több a hús. De hogy tényleg megkóstolnám, mert szinte lemerem fogadni, hogy ugyanúgy, ahogy a megölésük extra mitikus képességeket ad, tuti, hogyha megeszed őket, azzal is valami extra erőre tehet szert, és még valami különlegeset is ehet. Az Elder Scrolls Online-ban található Fengler Dungeon-ben találunk egy feljegyzést egy bizonyos Kaluriontól, aki elmeséli, hogy egyszer az itt lévő kincseket őrző sárkányt sikerült csapdába csalnia és megölnie. Nem sikerült megszerezni a lelkét, viszont elhatározta, hogy megpróbál mindent megtudni a sárkány biológiájáról, ha már itt van. És aztán, mivel a saját élelmiszer készlete megromlott a barlang rossz levegőjében, a sárkány húsára vetemedett. Az ő elmondása alapján igen, laktató és ehető, viszont eléggé tele van inakkal, az íze pedig leginkább a csirkére hasonlít. Na de, fogjunk a következőnek egy olyan élőlényt, amit effektíve tényleg meg lehet enni még a játék világában is. Azt is mondhatnánk, hogy már-már gáz, hogy a Blizzard, de mennyire akarja azt az ötletet elültetni a játékosok fejében, hogy a Murloc egyenlő kaja. Vegyük csak azt a két Hearthstone kártyát, amik utalnak erre. Murloc Tasty Fin. Oké, igen, ez egy szakács Murloc van, de miért ő a finom? Vagy ott a Tasty Flyfish, ami konkrétan egy léggömbökön lebegő Murloc. A WoW-ban konkrétan a Murlocok dobnak egy uszony itemet, amiből főzhetsz egy levest, aminek állítólag megint csak csirke íze van. Miért fogalmaz mindenki úgy, hogy a dolgoknak csirke íze van? Ennél az ízek sokkal komplexebbek, mindegy. Lényeg a lényeg. Kicsit bizarr, hogy itt van ez a feltűnően intelligens faj,
akik megint csak valahol egy ilyen paleolit ősközösségi törzsi szinten vannak, házakat építenek, eszközöket készítenek, kommunikálnak egymással, és az adott világának legfejlettebb fajai pedig simán levadásszák őket, megnyúzzák őket, megfőzik őket, és ez így full oké. Okay. De azért nem mondom, hogy én amúgy nem kóstolnám meg azt a levest. Oké, okay, most a Fallout sorozat az én Fallout mániámat is újra felébresztette, pedig már előtte is a kedvenc játék világaim közé soroltam, szóval berakok onnan is egy nagyon elvont példát. Ez nem is tudom, mennyire számít játék karakternek, mert inkább egy szörny egy játékból, és ez is olyan, hogy konkrétan ehető a játékokon belül, már amelyikben. A Deathclaw. Ez az óriási szörny annó még a háború előttről származik, amikor is az Egyesült Államok kormánya ki akart fejleszteni valami olyan lényt, amivel lecserélhetnénk a katonákat a közelharci esetekben. Konkrétan olyan gyíkszerű szörnyeket akartak, amiket csak úgy beküldhetnek a harcmezőre, aztán szép tépik a koreaiakat meg a kínaiakat. És hát össze is jött nekik a cucc, sőt, aztán elvileg a háború után is még dolgoztak rajta a szupermutáns vírussal. A legjobb tudomásunk szerint harcban sosem vetették be, viszont szépen átterjedtek a bombák után maradt pusztában, és azóta is terrorizálják az ott élőket. Több Fallout játékban is találkozhatunk velük, és bár elég ritkák és legendásak, talán pont ezért a Fallout univerzum kvázi ikonikus lényei, és bizony több játékban a húsukat is meg lehet enni. És amúgy, őszintén, ki ne lenne kíváncsi egy jó kis Deathclaw steakre? Hogy pontosan milyen állatból mutálódott a Deathclaw, azt nem tudjuk. Valószínűleg a húsa közel állhat a hüllőkéhez, például aligátorhoz, krokodilhoz ránézése, de ha a hivatalos játékhoz készült szakácskönyveket veszük alapul, a Deathclaw hús íze leginkább a sertésére hasonlít. Annyira, hogy konkrétan cserélni lehet az egyiket a másik helyett a receptekben. Szóval, ja, kóstolnám. Szeretnék beszélni azzal a Nintendo-s fejlesztővel, aki kitalálta, hogy a Splatoon 2-ben a kajaboltot konkrétan egy rántott tigrisrák vezeti. Igen, ott vannak a kaják, amiket megvehetsz, de könyörgöm, az mi, hogy egy óriás kaja árulja a kajákat? És nem, a játék hivatalos lore szerint nem egy rákruhába bújt ember vagy más lény, ez konkrétan egy tigrisrák, ami igazából nem tempura bundában van, hanem csak egy olyan kötött pulcsit visel, ami ezt a hatást éri el. Csak hogy a tigrisrákok, amíg élnek, rohadtul nem ilyen színűek. A tigrisrákok inkább ilyen világosabb szürkés színűek, amíg élnek, vagy hát haláluk után is, és ezt a szép pirosas narancssárga színt a főzés, sütés hatására érik el. Szóval nekem nem mondják, hogy ez egy sima tigrisrák, tempura bundára emlékeztető bundában, ez konkrétan egy rántott rák, és én meg akarom enni most. Az első helyzet egy kicsit hosszabb lesz, mert nagyon nehéz volt választanom a Pokémon világából. És ez megint egy nagyon fura helyzet, mert hogy mindig is kíváncsi voltam arra, hogy vajon a Pokémon világában megeszik a Pokémonokat? Nagyon kevés olyan állatot látni a játékokban, amik a mi állatainkra hasonlítanak. Pedig elvileg a leírások és kódexek szerint attól még, hogy vannak Pokémonok, állatok is maradtak. Például tudjuk, hogy az olyan húsevő növény Pokémonok, mint például a Bellsprout és a továbbfejlődései egereket és más apró rágcsálókat esznek, nem pedig egére hasonlító Pokémonokat. De ugyanakkor az animében meg a játékokban azt látjuk, hogy egy csomó olyan szerepet, amiket a mi világunkban állatok töltenek be, osztott Pokémonok. Például a csordákban tehenek módjára tartott tauroszok, a rendőrkutyaként használt growlithe-ok, stb. Ennek ellenére érezhető egy különbség a világban a Pokémonok és állatok közt. A Pokémonok egyértelműen valahogy többek, másabbak, mint az állatok, és magasabb státuszt képviselnek. Mégis tudjuk, hogy az emberek megeszik a Pokémonokat, és hogy finomak is. Vegyük például a Pokémon Gold és Silverben felbukkanó Slowpoke farok tárgyat, amiről még a leírása is azt írja, hogy egy kifejezett étel különlegesség és finom íze miatt nagy értéket képvisel. Vagy ott van Farfetch'd, ami egy kihalás közelébe sodort Pokémon, épp azért, mert annyira finom, főleg ha a kezében tartott pórihagymával együtt főzik meg. Vagy aztán ott van Tropius, akinek konkrétan egy gyümölcs nő a nyakán, ami állítólag iszonyú finom különlegesség, és amúgy effektíven nem is kell megölni az állatot hozzá. Vagy Vanillite, ami konkrétan egy fagyi. Nehéz választani tényleg, hogy melyik Pokémont kóstolnám meg legszívesebben, és csodálom is, hogy a játékok meg az anime nem is foglalkozik többet azzal, hogy valaki például csak azért akarja az összes Pokémont befogni, hogy mindet megkóstolja és rangsorolja. Milyen íze lehet mondjuk Pikachu-nak? Vagy Mewtwo-nak? Oké, okay, ez már kicsit bizarr kategória, de azért valljátok be, biztos nektek is eszetekbe jutott. Valószínűleg ezeket a videójáték karaktereket sosem lesz lehetőségünk ténylegesen megkóstolni, szóval csak ábrándozni lehet arról, hogy vajon milyen ízük van. Ti kit kóstolnátok meg? Rajta volt a listám, vagy lemaradt valami? Írjátok meg kommentben, vagy a Discord szerverünkön, ez linket találtok a leírásban. Azért is érdemes ide jönni, mert a stream menetrendről és az indulás időpontjáról is mindig küldök értesítést. Mint mindig most is sokat segít, hogyha lájkoltok, kommenteltek, feliratkoztok, követtek Instán, TikTokon, Threadsen, mindenféle helyeken. Várlak titeket legközelebb is. A csatorna támogatója az Unibet.